Kelenföld második lecsófőző versenyét tartották meg a hétvégén a Leiningen utcai speciális szakiskola kertjében. Az egyesületek, baráti társaságok nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a főzésbe, amihez a szervezők biztosították az alapanyagokat. A szerencsét próbáló szakácsok igyekeztek valamivel kitűnni a többiek közül. A résztvevők között volt, aki a hagyományos receptekre esküdött, míg mások a lecsó modern újraértelmezésével akarták levenni a zsűrit a lábáról. Kell bele nagyon finom füstölt szalonna, füstölt kolbász, hát természetes, hogy paprika, paradicsom, hagyma, és aki szereti, tojást vagy tarhonyát tesz bele, és rendkívül jó íze lesz. Fás galuskába készített lecsó cipóban tálalva, a szárnyas fás az csirkemel el van pépesítve, tojás és tejszín. És akkor só, szerecsendió, őrölt fehérbors, kakukkfű. A tavaly hagyományteremtő céllal megrendezett főzős bulit Ludányi Attila és Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselők indították útjára, akiket a helyi gazdapiac sikere ösztönzött a közösségépítő program megszervezésére. Hagyományteremtő módon tavaly rendeztük az első újbudai lecsófőző versenyt, amelynek akkor nagy sikere volt, és ezt szeretnénk továbbiakban is folytatni. Ez egy tipikusan civil kezdeményezés, itt egyesületek, baráti társaságok jöttek, illetve természetesen várjuk az érdeklődőket is, akik végig tudják kóstolni valamennyi lecsónkat. Lesz egy zsűri, ahol megkóstoljuk a versenyen résztvevő lecsókat, és kiosztjuk Új Buda legjobb lecsója címet. A helyszínt biztosító szakiskola szintén örült a rendezvénynek, hiszen szakácsnak tanuló diákjainak jó terepet biztosított a főzőverseny. Még jobban örültük annak, mivel nálunk szakácsképzés is folytatódik, hogy a tanulóink részt tudnak venni ebbe a versenybe, és ez neki külön ünnep és még szakmai megpróbáltatás is. A rendezvény végén mindenki győztesnek érezhette magát, hiszen nem csak finomakat ettek, de jól is érezték magukat a közösségben.